Főtisztelendő paptestvérek, kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Az emberek, de főként a fiatalok nem szeretik, hogyha valamikor is arra hivatkoznak bizonyos cselekedetek megtételénél, hogy ez parancs, ez kötelező. Ennek olyan katonaság íze van, ahol nem lehet rákérdezni arra, hogy miért kell ezt csinálni. Parancs. Na most ezt a mai ember egyáltalán nem szereti, hiszen ő nagykorúnak, szabadnak, önállónak, autonómnak tartja magát. De ugyanakkor azt kell látnunk, hogy az egész világ valamiképpen egy törvény és parancsrendszernek engedelmeskedik, makro és mikro méretekben. Hát nem lehetne űrkutatást végezni, hogyha bolygóknak nem lenne valamilyen rendje, mert el se érne oda 10-12 év múlva az az űrhajó, hogyha meggondolná magát valamelyik bolygó és másként közlekedne az űrben. De ugyanúgy a mikrovilágra is áll ez a törvény. Hát éppen az a bajunk a klímaváltozással, hogy a sok ezer éves törvények, mintha megszűnnének, hogy ilyenkor már nem ilyen melegnek kellene lenni, hanem lényegesen hűvösebbnek, és nem vennénk zokon, hogyha például deres reggelre ébrednénk. Tehát az egész világ tele van törvényekkel, növényeknek az ápolását, mikor kell öntözni, ezt abszolút természetesnek veszik az emberek. Most már az állatok tartására is szinte egyetemi fölkészítést adnak, hogy hogy kell az állatokat gondozni és megtartani. Reggelenként szoktam hallgatni azt a úgynevezett régi falu rádiót, hát az emberek örökké, hogy mi van a macskájával, a papagájával, a kutyájával, hogy mit adjon, mit etessen neki, és hogy, és akkor mondja, hogy ez a törvénye neki. Hát ha egyszer ilyen világban élünk, aztán nem beszélve az elektromos dolgokról, hát azoknak is megvan a maga törvénye, hogy mikor mit kell rajta nyomkodni. Hát éppen az embernek ne lenne törvénye ahhoz, hogy egymás között meg tudja tartani a harmóniát, az megélhetés és a békességes életmódot. Hát ezért is Isten maga gondoskodik a törvényről, mint ahogy beleültette az élettelen vagy az ember alatti világba a törvényeit. Az embernek úgy adja a törvényt, hogy ugyanakkor szabad akaratot is ad. Ez a tétje a mi erkölcsi rendünknek, hogy Isten megmondja, hogy mit csináljon az ember, de hogy érdeme lehessen az embernek, ezért szabad akaratot ad neki. Mert mi katolikusok valljuk azt, hogy vannak az embernek érdemei. Bűnösök is vagyunk, de ugyanakkor vannak érdemeink is, hiszen az Úr Jézus a végítéleten is megkérdezi, hogy mit csináltál, hogy mi az, amit föl tudtál mutatni, mi lett azzal a talentummal, amit kaptál. Tehát vannak érdemeink, és szabad akaratunk is van, hogy cselekedjük a jót. Hát persze, az ember mindig elmegy a könnyebb ellenállás irányába, hogy ne kelljen törvényekhez ragaszkodnia. És olyanná tette az Isten a világ erkölcsi rendjét, hogy a legegyszerűbb ember is megértheti. A hosszú emberiség fejlődése mindenféle törvényeket hozott magával, kezdve a Hammurabitól, az egyiptomi törvényeken át, a zsidóknak 613 írott törvénye volt, és mégis ezt olyanná kellett tenni, amit mindenki meg tud jegyezni. És itt kapcsolódik bele a mi evangéliumi szakaszunk a gondolatmenetbe, hogy az az írástudó, ki jó indulattal közeledett Jézushoz, megkérdezi, hogy melyik a legnagyobb törvény. És Jézus kiválasztja,
és az a zseniális ebben a kiválasztásban, hogy a sokból a két leglényegesebbet vette ki, és kapcsolt össze. Ezek már megvoltak, ezek a törvények, egyik a Mózes 3., a másik Mózes 5. könyvébe, de az, hogy a kettőt úgy emelte ki, és úgy kötötte össze, hogy minden korokra szóljon, ez Jézus Krisztusnak az isteni zsenialitása. És szól az Isten szeretetről, ember szeretetről, azt részletezi, hogy valamiképpen minden képességünkkel szeressük az Istent, és aztán szeressük a másik embert úgy, mint önmagunkat. Meg kell jegyezni, hogy Istennek nincs szüksége a mi szeretetünkre. Ő nem azért parancsolja, hogy ő több legyen a mi szeretetünk által. Ugye az emberek várják azt el, lehet tapasztalni, időszülők panaszkodnak, hogy én annyi mindent feláldoztam ezért a gyereké, és nem jön még rám, se nyitja az ajtót, nem hív föl telefonon, és úgy várna valamiféle viszonzást, hogy hát mi van veled? Istennek nincs erre szüksége. Ő teljes önmagába. Ő nem lesz nagyobb azáltal, hogy mi szeretjük és dicsőítjük. Ha mégis azt mondja, hogy szeressük őt, az azért van, mert nekünk van rá szükségünk, hogy Istent szeressük. Ugyanis az ember imádja a kutyáját, imádja a kávét, figyeljük meg, ugye? Amit nagyon szeretnek az emberek, azt mind imádják. Hát nem lehet imádni. Egyedül Istent. És ő kívánja meg, hogy felemelkedjünk. Mert hogyha nem az Isten a legmagasabb, akit szeretni kell, akkor mindig alább adjuk. Végül, mint Szent Pál mondja, hogy vannak emberek, akiknek Istene a has. És az a minden, hogy jól lakik. Tehát az, hogy felemel bennünket a legmagasabb szintre, az miattunk van. De Istent nem lehet úgy szeretni a desztillált módon, hogy hát szeretem. De hát maga János evangélista mondja levelében, hát hogy szerethetné az Istent az, aki testvérét nem szereti, akit lát, ugyanakkor az Istent meg nem látja, és azt mondja, hogy szeretem az Istent. Ki kell fejeznünk az Isten iránti szeretetünket az ember szeretettel. Hiszen valamennyien Isten képmására vagyunk teremtve, és így tudjuk megmutatni a szeretetünket. És itt ad egy mércét az Úr Jézus, amit mindenki ismer, az önszeretetet. Mert mindenki tudja, hogy minek örülne, vagy mi esne neki rosszul. Ez mindenki által ismert mérce. És az ember szeretet, vagy az önszeretet az önmagában nemhogy nem bűn, hanem kötelesség is. Kötelesség szeretni önmagunkat. Aki nem szereti önmagát, az az élet ellen cselekszik. És nekünk hosszú távon kell szeretni önmagunkat. Megfigyelték a koncentrációs táborból kiszabadult emberek esetében, vagy akik milyen rabságban voltak, hónapokig, évekig rosszul táplálkoztak, adtak nekik jó tömény ételeket, és nem tudott ellenállni, abban a pillanatban teljesen belakott azzal a nehéz étellel, pár óra múlva meghalt. Hirtelen szerette, és rövid időre szerette önmagát. Ha valaki hosszú távon szerette akkor önmagát, azt mondta, most csak nagyon keveset, majd később, később, és aztán a hosszú távú szeretete, hogy az egész életére szóljon, az volt az igazi önszeretet. Mi nekünk keresztényeknek az igazi önszeretet az, hogy el akarok jutni az üdvösségre. Mert azt akarom, hogy üdvözüljek, és azt akarom, hogy a másik ember is üdvözüljön. És így kapcsol bele bennünket az Isten a kettős parancsal az Isten szeretetbe és az ember szeretetbe. És véglegesen összefűzi, és nem lehet többé szétválasztani. Csak hogy milyen az ember, miután szabad akaratára van bízva azt, hogy mit tegyen, olyan könnyen belefáradunk, még beleununk mindenbe. Hogy múlik az idő, sok csalódás ér bennünket, és elfáradunk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, de aki állhatatos marad, az üdvözül.
Igen, belefáradunk. Belefáradunk az Isten szeretetbe, belefáradunk a másik ember szeretetébe. Úgy jó volna elengedni magunkat, és éljünk magunknak. Voltak ilyen szlogenek. És hogy ez ne történjen meg, és ne veszítsük kedvünket, és ne fáradjunk bele, ehhez kell az isteni segítség. Mert ez sem egy önmagától. És ezért kell kérnünk a támogatást. És ti virmálkoztok, kedves fiatalok, kicsoda a Szent Lélek. A Szent Háromságban a személyessé vált szerető isteni személy. Az Atya, a Fiú közt olyan szeretet van, mondja a teológia, amely öröktől személyé válik a Szentlélek személyében. És ő a szeretetnek a lelke. És őt kell kérnünk az álhatatosság és minden ajándékával, de tudjuk azt, hogy sok karizmát ad a Szentlélek, sok adományt ad, de a legnagyobb ajándék a szeretet. Hogyha valaki abba kitartó tud maradni, az a legnagyobb ajándéka. És az nem pusztán egy érzelem, a fiatalok esetében szimpatikusak egymásnak, nagyon hamar megkedvelik egymást, de aztán utána azt mondják, mostantól nem szeretlek. Akkor nem is szerette. Az igazi szeretet a másik irányába tevőleg is jó akaratot, tetteket, elviselést, hűséget kíván. A szeretet elkötelezettségével. De erre azt lehet mondani, hogy az ember képtelen. Ezért bomlanak föl a házasságok, ezért törnek ketté a hivatások. Az emberben nincs kitartás. De ha kérjük az Isten kegyelmét, a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket, hogy kitartóak legyünk Isten és ember szeretetébe, akkor van reményünk arra, hogy a mi erőfeszítésünk az nem marad abba. Hát a birmálás erre is szükséges számotokra, kedves fiatalok, hogy éppen ebben a legfontosabb isteni törvényben, ami ugyanakkor emberi törvény, teljesebbé teszi, sőt, egyedül értelmet ad az életünknek, ebben segítséget kapjunk. S adja Isten, hogy a Szentlélek Úristen árassza rá kegyelmeteket, kegyelmét, hogy hűségesek maradjatok Jézus Krisztushoz, az ő egyházához, és ezt a hűséget az Isten és felebarát iránti szeretet tetteiben éljétek meg, és mutassátok meg, amíg csak éltek. Amen.